Szerbiában a legnagyobb gyermekhorgász versenynek, a jobbajtás versenyének, amit az elmúlt hétvégén tartottak a Duna-Tisza-Duna csatornán Úbecsén, 35 résztvevője volt. Közülük 5-en egyénileg versenyeztek, a többiek csapatokban. Egy 5-fordulós bajnokságról van szó, amit májustól szeptemberig minden hónapban megtartanak Vajdaság több helyszínén. A szervezők és a résztvevők elégedettek az óbecsei horgász szektorokkal, és nagyon jónak értékelik azokat, mivel a fogások szolídak minden pozíción. A fiatalabb pionírok között a legsikeresebbek Pataki Márk, a Péter Évei Kecseges Sporthorgász Egyesületből, az első szektorból 3130 grammos fogásával. A második szektorból Szenes Arnold lett a legjobb, az Adai Tisza Sporthorgász Egyesületből 1510 gramm hallal. A harmadik szektor győztese pedig Tade Tanackovics, a Gunarasi Csuka Sporthorgász Egyesületből 2210 grammos fogásával. Az idősebb pionírok között az első helyet az első szektorban Lahos András szerezte meg, a Temerini Kárász Sporthorgász Egyesületből 4800 grammos fogásával. Második lett a második szektorból Horváth Emese, a Péter Évei Kecseges Sporthorgász Egyesületből 4380 gramm hallal. A harmadik szektor legjobbja pedig Kucsera Dániel lett, a Temerini Kárász Sporthorgász Egyesületből 3750 gramm halfogásával. Nagyon nehéz volt, a konkurencia az sokat fogott ő is, de én is azért meg vagyok elégedve, de azért többet is foghattak. Jó volt az idő, meg szóval a víz is, minden. Voltak olyanok, akik tűféltem, meg közel voltak hozzám, szóval pár száz grammal fogtak kevesebbet, és de éreztem, amennyi halat fogtam, hogy meg lesz az első hely. Engem elkápráztatott ez a hely, ez a természeti szépség, amiért ilyen rendezett és szép. Ami a versenyt illeti, az is remek volt. Nem is számítottam arra, hogy első leszek. Az egyéni versenyben a győztes Pálfi Patrik lett az Adai Tisza Sporthorgász Egyesületből 6680 grammos halfogásával. Voltak ellenségek, gondolom, akik nehezebb volt megverni, gondolom, hogy jobban pecáznak, meg jó pecáznak, de a végére jósult ki, és sikerült az első helyezést megnyerni. Szent Tamáson is volt verseny, és azért egy kicsit gyengébb volt ez a felhozatal, a gyerekek gyengébben, mert elmentek az emberek oda versenyre, és akkor itt most nem voltunk annyian, mint amennyien szoktunk lenni. Különben szokott 6-7 csapat a kicsiknél, még 6-7 csapat a nagyoknál lenni. A versenyen találkoztunk Búzás Mihállyal, a Magyar Szó nyugalmazott újságírójával, aki bár nyugdíjas, továbbra is szerkeszti a jópajtás és a Magyar Szó horgász rovatait. Fontos a horgászás, azért, mert a világ legtömegesebb hobbisztikus tevékenysége. Horgászból van legtöbb a világon, így, hogy így mondjuk. És a horgászás képes arra, hogy a mai rohanó világban a civilizáció ártalmaitól úgy, ahogy megvédje gyerekeket, és kiparancsolja őket, kicsalja, kihívja a vízpartra. Növényzet, hal, madár, csend, nyugalom. A jópajtás bajnokság győztesének kihirdetésére egyébként a 4 legjobb eredmény összeadása után kerül sor, ugyanis minden résztvevőnek joga van egy fordulóból kimaradni. Ezen a versenyen eddig mintegy 80 gyermek vett részt Vajdaság egész területéről.